veszni gyermekkori álmaidat. Csatlakozz te is az FKF csapatához. Tegyünk együtt környezetünkért. Axial Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Mi az, hogy tessék? Karacsony. Nem hiszem el, tényleg? Most mondják egy felkonfort? Igen. Bence. Olyan ízű szembogaram lesz, mint nem is tudom kinek. Elvisznek koncert előtt. Nincs nagyon mit ragozni. Hordozható elektromos készülékek használata a fedélzeten repülési üzemmódban engedélyezett. Abban van. Le- és felszállás alatt mobiltelefonok, táblagépek. Nem, de majd utána abban lesz. Mert ha nem, Bence, akkor le fognak rúgni a repülőről menet közben. Mondjuk legalább több helyem lesz. Hát, üdvözlöm Önöket a... Hol a la petit paté? Dörnyi rappel van, mert mindjárt felszállunk. Hogy is mondjam? Gazdagék nem itt utaznak. Na mindegy. Megyünk Genfbe, az ideig Genfi autószalonon. Bár megfogyatkozott egy picit a mezőny, nem állítanak ki olyan nagy cégek, mint például az Opel. De sokat elmond. Mert hát van nekik most bajuk éppen elég. De annak ellenére, hogy az autókiállítások évről évre veszítenek egy picit a jelentőségükből, azért a Genfi még mindig fontos, hiszen ez az első idei nagy nemzetközi autószalon, meg az első a sorban, most március elején. Lesz mit néznünk mindenképpen, lesz egy pár nagyon-nagyon érdekes világújdonság, és hát fogunk beszélgetni azokkal az emberekkel, akik nem csak dumálják, hanem mozgatják is magát az autóipart, nemzetközi szinten és hazai szinten is. Hát majd teszünk fel nekik jó érdekes kérdéseket, hát ha tanultok, meg tudtok a sorok mögött egy picit olvasni ti is. Természetesen feltérképezzük, hogy mi az, amit érdemes figyelni. Most pedig Bencike kikapcsolja a telefont, bejön a főcím, aztán jelentkezünk egyenesen a csarnokból. Na hát, itt vagyunk végül is. Helyjel közel aludtunk is, természetesen megint Bencikével egy ágyba, ahogy kell. Nagyjából ugyanott vannak mindig a kiállítók. Az érezhetően megcsappant az érdeklődés, meg a súlya is, de Genf még talán őrzi azt, hogy ez az első nagy szalon. És ide azért illik eljönni helyjel közel. Menjünk, én azt mondom, hogy menjünk először, nézzük meg az évautóját, ami ugye az XC40-es Volvo lett, aztán közben látunk valami érdekeset, akkor megállunk, azt dumálunk róla, nem, Bence? Na. Ó, hát nagy kedvencem. Ugye? Tavaly egy ember miatt mentünk ki a Lengyel Rallyra. Legalábbis én Latvala miatt mentem. Imádom a srácot. Ő az, aki otthon a fészerbe szerelgeti a régi rally autókat, aztán néha versenyzik is velük. Én azért örülök annak, hogy egy ilyen kicsi márka érdemelte ki az évautója díjat. Hát kicsi márka, mennyire kicsi. Ugye a nagy konkurensekhez képest még mindig kicsi a Volvo. De én úgy gondolom, hogy érdemeljék ki. Szóval nézzük már vissza, hogy az utóbbi években kik meg milyen típusok nyertek. Szerintem ahhoz képest azért az új XC40 legalább friss, meg jó pofa. Tele van ilyen funky apró részletekkel. Gyere, Bence, megmutatom az elsőt, hogy azért nézd. Ahogy inkább oda menjünk a kékhez, mert ez szétég az egész. Nézd! Kis gumis védzászló. Tudod, a másik, emlékszel az XC90-ben is ott volt a... De ez milyen jó, mint egy plüss állatkána, az ilyen kis szetlik. Először nem értettem, de jópofa ez a feltörés itt az ajtón.
itt van ugye a felszereltség kiírva, gyere, üljél be nyugodtan, másik oldal. A belseje pedig ugyanaz, mint a nagy Volvo-ké. Ez opcionális, ez a kristályváltógomb, de azért nagyon menő, nem? Nem érzed benne, hogy egy kicsi autóba ülsz. Egyedül a kormány fogása az volt egy kicsit ilyen, hát ez az anyag, ez nem annyira jó, de minőségre, meg feelingre nagyon ott van, nagyon szépek ezek a konkáv felületek így bent. Harman Kardon, a Hifink, ugye nem a Bauer-Sulkis, de azért a Harman Kardon is tud szépen szólni. Jó, jó pofa. Nem tudjuk még az árát, majd Anditól megkérdezzük mindjárt, hogyha előkerül, mennyi lesz a hazai piacon, de azt most borítékolom, hogy hatalmas siker lesz, és nagyon be fog nekik jönni. És van egy normális csomagtartód, és ugye van ez a kis telefonról vezérelhető kis izéz, kis appot hozzá, amivel mindenféle vicces dolgot tudsz. Fölkapcsolni a lámpát, meg bekapcsolni a fűtés-hűtést. Hopp, rész. Na, és így. Tudod? És nem mászik el a cucca, ami itt van. Mert hogy ez egy okos dolog. Na hát Andi, először is hagyj gratuláljak. Óriási öröm. Nem, titkor reméltük, de hát 91 évvel ma alkult a márka, és 91 évet kellett erre várnunk, de hát ez egy óriási öröm. Pezsgőt intott mindenkiben? Hát több üveg pezsgőt, igen, maradjunk annyiban. Figyelj, azt tudni lehet, hogy mikor vezetitek be a hazai piacra, illetve nagyjából mik lesznek az árak? Schaffer kávé? Az X40-es már megjelent, már vannak ügyfélmegrendelések is, és az első ügyfélautók azok heteken belül megérkeznek. De borzasztó nagy várólista lesz rá, mert ezt biztos, hogy vinni fogják mind a cukrot. Igen, ez biztos, hogy a gyár kapacitását azt fejebb kell vinni. Belgiumban gyártják különben az autót. Vannak áraink is természetesen, 8 millió 500 ezer forintról indul, ami azt gondoljuk, hogy nagyon kedvező ár. Az autó egy teljesen új platformra épült, ez az első változata annak a sok modellnek majd, ami kijön erről a platformról. Ugye ez a kisebbik platform. Ez a kisebbik platform, igen, ez majd lesz egy teljesen elektromos változatban is, lesz plug-in változatban is, lesz háromhengeres motorunk, illetve már, igen, van, már van, az autó már rendelhető, és lassan meg is érkezik. Szóval 8,5 millióról indul, határ meg a csillagoség, vagy? Hát, igen. Gondolom az XC60 alatt kell azért maradnotok vele. Igen, de hogyha valamit nagyon fel akar szerelni, legnagyobb motor, legmagasabb felszereltség, persze, akkor nagyon magasán. Ugye itt van a V60-as, ami szintén új itt. Igen. Most. Az otthon mikor lesz elérhető? A V60-asnak a világpremiérje egy hete volt, onnantól publikus az árlista, onnantól veszünk fel megrendeléseket. Az autó az nyár elejétől jelenik meg a hazai piacon. Ugye azért jót tett nektek ez a kis, hogy is mondjam, biztos anyagi háttér, ugye? Mert a kreativitás az mindig is ott volt a Volvo-nál, gondolj csak a 480-asra, ami egy négy kaddóüléses üveghátú kupé volt, egy csomó ilyen extra dolgot ki tudott magából termelni, meg annak idején a márka. De most azért ez nagyon-nagyon friss. Az egész, és ugye följebb is pozícionáltátok magatokat a piacon. Van ennek folyománya, látjátok az eladásokban, vagy a piaci részesedésben? Nyilván ne a magyar piacra koncentráljuk, mert az kicsi, de világviszonylatban hogy álltok? Hát 8 évvel ezelőtt, amikor bejelentettük, hogy egy kínai tulajdonosa lett a Volvónak, akkor nagyon sok aggódó e-mailt, levelet kaptunk. Nagyon megijedtek az ügyfelek, hogy mi lesz a svéd márkából, és azt hiszem, hogy önmagáért beszél, amit eddig elértünk, és amik a céljaink. Évről évre nőnek az eladások, Magyarországon is, Európa szinten is, világszinten is. Évről évre nő a profit, és olyan autókat mutatunk be, akár évente kettőt is, ami azért a 2000-es évekre nagyon nem volt jellemző. A Volvo stand ezen újdonságai mellett az idei év talán egyik legnagyobb durranása a Polestar márka bemutatása volt. Egy dolgot jegyezzünk meg, illetve kettőt, de az első, hogy a kínai nem hülye, ez az egyik dolog. A másik meg, hogy kezdjünk el megbarátkozni a Polestarral, mint önálló márkával. Valami olyasmit próbál csinálni ugye a kínai kézben lévő Volvo, mint a BMW csinált az i-sorozattal. Megalkotnak egy különálló márkát, amit jellemzően elektromos, illetve hibrid prestízs modelleket állítanak elő, és terveznek, illetve gyártanak. Hát olyannyira komolyan gondolják ezt, hogy Kínában már épül maga a Polestar gyár, és a Polestar főnöke az a Thomas Ingenlath lett, ugye, aki amellett a Volvo design főnöke is, és hát zseniális munkát végzett.
Ugye ez a Polestar 1 nevű modell jön, még a 2, meg a 3, ugye a Tesla Model S, illetve a Model X konkurense lesz majd. Mivel ez egy nagyon-nagyon drága Prestige modell, 180 ezer dollár az ára azért, mert a meglévő padlólemezt rövidítik le, ugye amire az S90, V90, meg a többi nagy Volvo is épül, és mivel ezt nem lehet gépesíteni, ezt a dolgot, ezért kézzel csinálják, utána ragasztják rá a karbon elemeket, és hát jól látszik, hogy mindemellett, hogy drága technológiát használnak, nem csak a maga a karbon, meg a héja drága, hanem a tény, hogy a hátsó kerekeknél 160 kW-os motorok dolgoznak, ugye mindegy oldalanként egy-egy villanymotorok, elől pedig ugye a 2 literes, 4 hengeres turbomotor, így az összteljesítmény 600 lóerőre, illetve a csúcsnyomaték 1000 Nm-re ugrik föl. Öhlins adaptív, aktív futóművet kapsz, szóval semmi nincs a véletlenre bízva, csak a legdrágább komponensekből dolgoznak, és ez az egyes, ez simán megérdemli a kiállítás legszebb autója címet. Nézzék meg, milyen gyönyörűen arányos, annyira letisztult svéd dizájnja van, a rejtett kilincsekkel, gyönyörű, szép, hosszan elnyújtott kupéformában, amiben mégis megvan valami tradicionális csónak fenekű lejtés, egy kicsit ilyen angolos, sportautós. Gyönyörű az egész autó, és ugye nem kockáztatnak vele a kínaiak sokat, mert mi van akkor, hogyha nem jön be ez a villanyautós hibrid dolog, akkor még mindig beszánthatják úgy a Polestart, hogy a gyár az átáll a Volvo modellek gyártására, viszont a Volvo, mint önálló márka, nem veszít a nevéből, nem veszít a presztízséből. Amúgy az autót megvenni nem lehet, hanem 2-3 évre úgymond tartós bérletbe veheted, aminek a végén aztán persze a tiéd lesz, 2 vagy 3 évre, de csak online, kereskedésben nem lesz kapható, és ugye amikor az ember megunja, vagy éppen más kocsira van szüksége, akkor választhat mondjuk mást a Volvo, illetve a Polestar kínálatából. Ha éppen neked egy 7 személyes SUV-od van, akkor ezt beadod a közösbe, valaki más használja addig, amit te megkapod az ő autóját. 15 évvel ezelőtt mondta a Mercedes, hogy ez így fog működni a jövőben, és tessék, most megcsinálták. Can you open the door? So we just made some... Gyertek. Nézd meg, minden elem, ugye ez szénszálas kompozit, és igazából nincs benne semmi olyan, amit ne tudnának gyártásba vinni azonnal. Jól látjuk, hogy egy Volvo-ból ismerős középkonzol, ott a tablet, benne van a Bowers Wilkins hifi. Nagyon-nagyon szép autó. És hát gyártják is, kicsit drága, pont a kézigyártás miatt, thank you very much, pont a kézigyártás miatt ugye csak 3000-et készítenek belőle, a másik a 2-es, illetve a 3-as az már olcsóbb lesz, és egy kisebb autó lesz, de ezzel nagyon betaláltak. Az Audi is mindent megtesz, hogy nagyot villancson, ehhez pedig minden eszköz gátlástalanul be is vetnek. Na hát ez itt a világ premierje, ugye az új A6-os Audinak, ami olyan szinten tele van technológiával, elektronikával, hogy ez valami egészen embertelen. Tulajdonképpen egy kicsit nyitett A8-ról beszélünk. Kezdődik ott, hogy a jelölés. Ugye az Audi áttért most ezekre a teljesítmény szintre jelölésekre, 25-től mindjárt mondom, hogy meddig. Nagyon-nagyon bonyolult az egész világ értetlenül áll előtte. Itt van, 30-tól kezdődik. Ugye 107-től 127 lóerőig, és a 70-ig tart, az már 529 lóerő fölött. Szóval ilyen tartományokat ölel fel. Igazából ez nagyjából a 250 lóerős TD-t jelenti. Senki nem érti, hogy mire volt ez jó. Igazából semmi szükség rá, de mostantól ez lesz. Teljesítmény szinteket jelöl az Audi. Szokjuk meg. Az a lényeg, hogy ugyanazokat a technológiai dolgokat megkapta, meg ugyanazt a modern architektúrát, mint az A8-as, meg az A7-es. Ugye azon felül, hogy 4 kerék kormányzása is van, 4 féle futóművel is rendelhető van, a sima acéltekercsrugós, az adaptív, van a légrugós, és ugye van az elektromotor aktuátorokkal mozgatott aktív futómű, ami hát nem egy egyszerű szerkezet, és jól látszik, hogy ezek az aktuátorok, ezek ugye itt a kerekek előtt helyezkednek el, még a tornyok előtt, nagyjából a lámpák mögött vonalában. Úgyhogy ha törik, akkor egyszerűen ez káó, ez totálkáros lesz azonnal. Nagyon-nagyon bonyolult dolog, viszont ugye előre látóan dolgozik a futómű, térképezi előtte az utat. Amit tudni kell még róla,
odabent ugye két kijelző van már, két érintőképernyő, elhagyta az Audi a tekergetős MMI-t, képzeld, mert rájöttek, hogy az érintőképernyő egyszerűen jobban kezelhető. Magyarán van fönt egy nagy kijelződ, meg alul egy másik, az alsóval a komfort elektronikát kezeled, klímát, meg minden egyebet, fönt meg ugye a csatolt rendszereket kezeled, ez 8 vagy 10 szolos kiviteltől függően, az Audi Connect Key pedig ugye, Bence, az, amit a BMW Display Key-nek hív, csak az Audi-jai mivel működik, telefonnal, 5 telefon tudsz csatlakoztatni az autóhoz, és azon keresztül tudod irányítani a létező összes rendszerét. Itt kis szenzorocskát azért figyeljük meg, 38 különböző vezetési segédlet, különböző vezetési segédlet rendszere, vagy rendszer, de vezetési segédrendszer van beépítve, 38 darab, Bence. Van 5 radarod, 12 ultrahangszenzor, 5 kamera és egy lézer. Ugye ez van beépítve mindegyik Audiba, az alapból ugye mild hibrid az összes, ez egy világújdonság, hogy mindegyik hibrid, ugye teljesítménytől függően tudnak megtenni adott távot villanymotorral. És ami a fő lényeg, az ember, aki a hátunk mögött lebaszta a csomagtartót, amit amúgy gombbal lehet zárni. Ő nyert. Ő nyert. Ő erős. Ő erős. Amúgy a csomagtér mérete nem változott, az egész autó nagyobb lett, de így is 500 liter fölötti. És nem. És igaza volt az embernek, mert ez egy teljesen manuális csomagtartó. De jó. Ez nem változott, a beltér az nagyobb lett. Hát érdekes, hogy egy ilyet hoz ide az Audi, nem egy full automata. De az a lényeg, hogy ez az autó már képes a level 3-as autonóm közlekedésre. Ugye ezt mondjuk el, hogy az egyes szintet nagyjából a 90-es évek végén elérte már az autóipar, ez azt jelenti, hogy egy fontos funkciót vált ki az elektronika. Ez annak idején a távolságtartó radaros tempomat volt. Ugye tartotta helyetted a távolságot. A level 2 az, ahol most tartunk nagyjából, hogy már távolságot tud tartani, és a sávban is bent, tehát illetve sávot váltani. A level 3 lesz az, ezek mind a kettő igényli az emberi inputot. A level 3 lesz az, amikor már csak az ember személyét igényli, nem kell belenyúlni, de kell, hogy ott legyél. Érted? Ez már ez az autó, különben teljesen autonóm módon közlekedik, bizonyos körülmények között, nagybetűvel, ez hozzá van téve. A level 4 az, ahol már nyugodtan hátat fordíthatsz, mert az autó magától megy, a level 5 meg ott, ahol már nem is kell ember, hanem érted jön a kocsi, meg leparkol magának, meg ilyesmi. Na, ez a level 3-as, ezt már tudja, gyere már, üljünk már be! Egyrészt ugye van nagyon sok helyünk, érintésérzékeny felületek a kapcsolók, látod? Nagyon menci-menci. Látod? És tök jó, hogy nem egy fullos változatot, hanem egy ilyen közepesen fapadot állítottak ki. Itt van a 10 szolos kijelző, ugye ez itt az alsó, ez csak a komfort elektronikát vezérli. Ki van kapcsolva a légkondi. Ez itt fönt pedig az egyéb csatolt rendszereket. Elhagyták már a tekerőt, rájöttek, hogy az már nagyon múlt századi. Nagyon jó néz ki ez a váltókar is. Nagyon-nagyon futurisztikus, nem? Ezekkel a szögletekkel, meg ezekkel a minimálisan lekerekített élekkel. Ez egy nagyon-nagyon jó minőségű cucc benyomását kelti. Itt a kis hangszórók, a magas sugárzók, ahogy kijönnek onnan a műszerfalból. Úgy gondolom, hogy ez az autó, ez jó, az 5-ös BMW, az új, de ezek mindig kijönnek valamivel, aminek aztán a többiek utána akarnak majd menni. Na most pedig nézzük meg azt a márkát, amely még közel sincs az Audi szintjén, ellenben biztos, hogy több fog fogyni az új modelljéből, mint az A6-osból. Nagy Norbert, Kia Motors Hungary ügyvezetője, igaz? Így van. Jól mondtam? Jó. Ugye azt kell tudni ugye a Kia-ról, javíts ki, hogyha tévedek, hogy azon kevés automárkák közé tartozik a hazai piacon, akik még egyáltalán kínálnak szívómotoros alternatívát. Ugye nem csak kis turbomotorjaitok vannak, hanem ugye megvan az 1.4, meg az 1.6 is még, ugye?
Jelen pillanatban még igen. És keresik is a magyarok. És keresik is a magyarok, így van. Szóval azokból adtok el többet jellemzően? Vagy ez a kis turbós, ez még annyira nálatok? Az 1.4-es a legnépszerűbb. Most, hogyha például a Seedről beszélünk, akkor mindenképpen. Keresett még az 1.6-os is. Többen választják azért, mert nálunk még van, máshol nincs. Egyébként 1.6-os szívómotor. Ebben az új Seedben, ami mögöttem áll, és majd beszélünk róla, ebben szívómotorban az 1.4-es benzines marad meg, az 1.6-os leváltja az 1.4-es turbonálunk is. De akkor megtartjátok az 1.4-es. Az 1.4-es meg. Ez mondjuk érdekes, mert ugye a generációváltásnál, főleg manapság 2018-ban, már ezeket inkább kézzelfogva szépen kivezetik a piacról, ezeket a motorokat, de ezek szerint valaki ott, Koreában még azért figyel arra, hogy inkább tartsuk meg, mert az emberek még bizalmatlanok, hogy úgy mondjam. Ugye nem alaptalanul a kis turbomotorokkal szemben. Ugye a Seed az meg nálunk otthon az egy elég sikeres modellnek mondható, nem? Nem is csak a bizalmatlanság, én azt gondolom, hogy árban is az 1.4-es azért jobb, mint egy 1 literes turbó. Mert vagy ugye a technológia még drága. Vagy egy 1.4-es turbomotor. Tehát nyilván az egy másik vevőkör, és őket is megkívánjuk szólítani. És ezt az 1.4-es turbót, amit ugye már az új Seedbe hoztok ki, ezt gondolom több teljesítményszintben is kínáljátok majd, vagy csak egy? Hát jelen pillanatban 140 lóerős egy teljesítményszintben lesz, és mert az 1.6-os motort váltja. Mikor vezetitek be a hazai piacra ezt az új Seedet? A hazai piacon az ősz folyamán kezdődik a forgalmazás, szeptember hónap lesz. Egyszerre az ötajtós meg a kombi, ugye az első, ott van hátul. De az autó alapvetően nagyobb lett, az előbb beleültem, tényleg tágasabbnak is érződik. Az a kérdés, hogy az áraz, vagy jó, most még nyilván nem tudod, mert még az messze van. De szerinted fölőlövitek be, vagy megpróbáljátok azért a szintet tartani? Azért nagyon árérzékeny a magyar piac, azt te így tudod. Ez így van, de hát azért ott okosan kell próbálunk úgy okoskodni ezzel az árkérdéssel egyébként, hogy nyilván minden szempontot figyelembe veszünk. Tudni kell azért egy generációváltásnál, hogy lefelé nem igazán szoktak menni az árak, és itt ugye nem csak a külső és a belső megújulásáról van szó, hanem azért nagyon sok olyan dolog belekerül az autóba, alapfelszereltségbe, aminek hát nyilván lesz ára, de ezek mind... Mondja példákat! Mondok példát, például a sávtartóasszisztens, a ráfutásgátló, az automata vészfék rendszer, ezek mind olyan biztonsági berendezések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztonságosabban tudjunk otthon autózni. Aki már vezetett és használt ilyen berendezéseket, az tudja ezeknek az előnyeit, úgyhogy ezek alapfelszereltségi szintől elérhetőek lesznek, úgyhogy hát nyilván ennek megfelelően fogjuk árazni, de én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy árváltozásra azért nem kell számítani. Hogy veszed észre, hogy mennyire lesz nehéz nektek, mint Kiának elfogadtatni magatokat, és gondolok most itt elsősorban a Stingerre, ugye a tavalyi év nagy durranása volt, mennyire lesz nehéz elfogadtatni magatokat azon a erősen német autó fejnehéz hazai piacon egy ilyen autóval, egy ilyen összkerekes vagy hátsó kerekes, alapvetően sportos, nagy luxus szedánnal? Én azt gondolom, hogy nekünk a legfőbb célunk igazából nem az, hogy hány darab autót adunk el a Stingerből. Természetesen az az egyik legjobb reklám, minél több fut az utakon, annál többen látják. De igazából ennek az autónak az az érdekessége, hogy meg tudja mutatni azt, hogy a Kia mire képes és milyen autót tudott építeni. És az, amikor nagyobb ős-európai márkák, prémium márkák képviselői tátott szájjal álltak a bemutatón, amikor ezt tavaly évben bemutattuk, az mindent elárul. Ugye nemzetközi sajtóban is tök jó volt a visszhangja az autónak, szóval vezette ezt már tényleg sok mindenki, olyan nagy fajsúlyú lapok is tesztelték, meg újságírók, akik sokat számítanak, és mindenki pozitívan nyilatkozott róla, szóval ez nektek reklámként jó. De vajon, és nyilván most vagy elárulod, vagy nem, ugye ez egy típus. De nyilván csak úgy nem csinál egy ilyen hátsókerekes platformot egy autógyártó koncern, anélkül, hogy ne tervezne vele a jövőben. Szóval tudsz valamit, amit esetleg elmondtad? Tervez a jövőben, tehát nyilván... Lesz erre még épülni fog több autó is? Erről nem tudunk, vagy nem kaptunk még információt. A Stinger az egy megvalósult álma volt a főtervező mérnöknek. És igazából ugye, ahogy említettem, az image növelése és Európában a következő lépcsőfokra való fellépésnek az egyik legfőbb eleme az, hogy ilyen modellt is árulunk, és nem csak koncepcióautóként mutattunk be néhány évvel ezelőtt, hanem egy megvalósult, elérhető autóként. És ha már a feltörekvő koreai cégeknél tartunk, akkor nem mehetünk el a SsangYong remek újdonsága mellett sem. Ugye, hogy hova jutott a bénácska kis SsangYong Musso, ami még régen egy ilyen esetlen szívódízeles merci motor használó kis béna technikai cucc volt. Most meg már ott tartunk, hogy gyártanak ilyen keménynek kinéző pick-upot, fiskars baltával, meg mindenfélevel felszerelve.
Figyelj, pénz van, eladni el tudják, és hát jól látszik, hogy beszállítóktól vásárolták össze a lámpasor, az barn, gondolom a csörlő is, az lesz az elején. Hogy milyen szépen integrálták a csörlőt, nézd, nem is látszik, teljesen EU-s. Ügyes. Tök jól néz ki, tök jól néz ki. Na jó, a mai adás végén pedig jöjjön valami, aminek a bemutatójára az egész világ oda szokott figyelni. Szívemben némi keserűséggel konstatálom, hogy sajnos a BMW továbbra is ezt az utcai szlenget tolja, meg az egyszerű embert akarja megszólítani, úgyhogy át is vették most a hetes, már csak a hetes néven, The Seven, érted, a hetes. Ez kicsit olyan proli, nem? A hetes. Mint hogyha a Merci azt mondja, hogy az ös, nem vagy a balna, az lenne kiírva. Szóval itt most már csak a hetes van. Ettől függetlenül nyilván ez egy nagyon szép, elegáns autó, főleg így, hogy az individuál kiegészítők lényegében egész tárházát felsorolja, nem is ez az érdekes, hanem ugye itt van az M8, ami hát egy négyajtós kupé megint csak, volt már ilyen a BMW-nek, az nem négyajtós, szóval lehet, hogy kezd elpuhulni az emberiség, meg puha pöcsülyeknek lenni a férfiak, ezért van az, hogy mindenki négyajtós kupét, ami eleve egy oximoron, mert egy kupé nem lehet négyajtós, ez soha nem volt. Azt felejtsük már el, de hát ez is egy négyajtós kupé. Megmondom őszintén, tényleg szép, meg dinamikus, én nagyobb tűzi játékot vártam, valami olyasmit vártam, mint a Pininfarina tanulmányautó volt, amit a hetes alapjaira építettek, az tényleg egy szép kétajtós nagy kupé volt. Ez meg megint egy olyan autó, amiük már van, mert ugye van már egy hatos Grand kupéjuk, csak ez nagyobb. Amúgy a kipufogó végek nagyon szépek, nézd meg tök jó ez a ledes hátsó lámpa is. Nagyjából ez már amúgy a végleges forma, ugye nagyon jól tudjuk, hogy ami már itt ki van állítva, az már igazából kész van. Gondolok itt főleg ott a Z4-esre, ez az autó már legalább másfél-két éve a végleges változatában rólja a tesztköröket mindenhol, Budapesten is. Mert ugye ott is a Boschnak van köze hozzá. Ezt így fog kinézni, maximum nem ilyen visszapillantó tükrei lesznek, de nyugodtan elfogadhatjuk, hogy hiába, hogy itt az van ki, hogy ez egy koncepcióautó, ez már rég kész van. Gondolom egy másik autószalonra tálthatják a nagy leleplezést. Meglátásom szerint két helyen mutatják majd be, vagy Kínába, vagy Frankfurtba, hogyha lesz. Viszont engedd meg, hogy bemutassam neked az első 4 hengeres 7-es BMW-t, ez az. Orrában a 2 literes 4 hengeres turbomotorral, természetesen villanymotorral megtámogatva. Hát ide jutottunk, valószínűleg a menet teljesítményein nem érezni, hiszen az összteljesítménye az több mint 300 lóerő, 326. Csak ugye a tudat, hogy veszel egy hetest, amiben egy 2 literes 4 hengeres motor dolgozik, oké, nagyon zöld, meg B energetikai besorolása van, de hát akkor is. Na. Ami viszont érdekes, az a BMW válasza az Audi Q7-re, meg a Mercedes GLK-ra, az X7. Szép ned lett. Hát, jó. Szép ned lett. Lézerfényszóró. Az úgy jól néz ki. Jól néz ki, hát egyedül ezzel volt bajom már, amikor megláttuk az első képeket, hogy ez annyira ordinárébb. Minek ekkora, de tényleg. Emlékszel, hogy múltkor, amikor nálunk volt az X3, meg azt mondtad, hogy ekkora veséket még nem láttál. Hát ez... És tessék! Ez az Uber vese. És ennél nagyobbat. Mégis nem. Nekem hiányzik egy picit a mai BMW formatervekből az elegancia. Talán az ötös a legszebb arányaiban az autóként. Mindegyik ilyen agresszív, váltával metszett. Őszintén szóval kicsit unalmas. Jó autók, meg minden félreértés ne essék, meg ez is, tehát nézd meg mekkora. Bár látjuk, hogy azért úgy 7 személyes, hogy ez a 2 Hockenheimer mögött hátul nem marad már értékelhető csomagtér. Viszont hát egy piaci rést igyekeznek vele betömni a saját palettájukon jelentkező piaci rést. Nézd, itt vannak, látod? Itt már csomagtér nagyon nem marad mögötted. De hát kell, mert másnak is van, úgyhogy nekik is kell. Hát ilyen lesz. Na hát így vagyogatunk. Most megyünk tovább, még nincs vége itt messze a Genfi autószalonnak. Most kezdünk belelendülni, de jelentkezünk még.
egész pontosan szombaton, amikor ellátogatunk többek között a Toyota, a Porsche és a Mercedes standjaira is. Addig is nézzetek, osszátok, osztódjatok! Támogatónk a Tisk Kft. A svájci Motorex prémium motorolajok kizárólagos magyarországi importőre. Lehagyd veszni gyermekkori álmaidat. Csatlakozz te is az FKF csapatához. Tegyünk együtt környezetünkért. Készen állsz? Automobil és Tuning Show. Múlt, jelen és jövő autócsorái egy helyen. Belépőddel egy Audi TT-t is nyerhetsz. Március 23-25 között Budapesten a Hung Expo-n. AMTS.hu